Mivel mindannyian egyek vagytok bolygótokkal, fejlődésének folyamata önkéntelenül is erre a pályára vonz benneteket. De ez nem történik meg a Föld minden lakójával, hanem csak a tiszta emberi lelkekkel, akik potenciálisan képesek új magas rezgések észlelésére, amelyek fokozatosan kiszorítják a harmadik dimenzió rezgéseit a Földről. Mint már tudod, bolygónkon nem csak emberek élnek, hanem rengeteg, emberi testben megtestesült alacsony rezgésű lény, valamint biorobotok és klónok is, amelyek közül különösen sok jelent meg a Földön az elmúlt években. És mivel ezek a lények származásukból adódóan semmilyen körülmények között nem képesek a Földdel együtt az átmenetre, ezért ballaszt formájában vannak jelen rajta. Ráadásul ez a ballaszt egyáltalán nem ártalmatlan, hiszen ezek a lények alkotják azt a nagyon szürke tömeget, amelynek tudatát a drakoreptiliánusok és hatalmon lévő bábjaik olyan jól megtanulták irányítani. Ők azok, akik olyan könnyen engednek a pániknak és a félelemnek, és engedelmesen betartják a hatóságok minden utasítását és őszintén hiszik, hogy nem képesek kárt okozni nekik. Ennek a ballasztnak köszönhetően a drakoreptiliseknek sikerül visszatartani az emberiség tudatos részének az ötödik dimenzióba való átmenetet, amely képes érzékelni a Föld új rezgéseit. És hogy ezt a folyamatot még jobban lelassítsák, évről évre újabb és újabb klónok születnek, amelyek megadják az alafangot a társadalomban, vakon követve a drakoreptilisek által rákényszerített idegen programokat és új normalitásokat. Ilyen például a transznemű perverzió mindenfajtája, amit már nem csak reklámoznak, hanem agresszíven is rákényszerítenek az emberiségre. Sajnos ebben a szörnyű filmben nem csak biorobotok és klónok szerepelnek, hanem fiatal emberi lelkek is, akik gyerekkoruktól kezdve hozzászoktak az élet új valóságához, amelyben már nincs jelen az erkölcsi elv. Sok szempontból ez az oka annak, kedveseim, hogy ennyire lelassult az átmenet, mert nem csak alacsony rezgésű energia korlátokat kell legyőzni, hanem elképzelhetetlen erkölcsi természetű akadályokat is, amelyeket a mély állam bábjai állítanak az utatban.